Jó reggelt kívánok mindenkinek! Úgy látom, technika rendben, akkor kezdjünk is bele. Ma délután Európai Központi Bank kamatokról nem nagyon fognak beszélni. Véletlenül az eszközvásárlási programon sem fognak csökkenteni, sőt, inkább majd beengednek valami új ösztönzőket, hiszen az elmúlt napokban is többször volt arról szó, hogy újra beindítanák így a bankok számára a kedvezményes hitelezést, úgyhogy véletlenül ebbe az irányba fog majd mocorogni a kommunikáció. Holnap pedig ugye Amerikában non-farm payroll adat, ami szintén hozhat egy önmagában tök mindegy, milyen az adat, volatilitást, és kérdés az, hogy illeszkedünk-e abba a sorba, amit az elmúlt 10 héten lehetett látni, hogy minden péntek pluszos volt, hogy vajon megveszik-e újra ezt a pici korrekciót. Reggel, amikor felkeltem, szinte meglepetésként hatott, hogy hajnalban nem vették meg a piacot, hanem így szépen lassan csorgott lefele az árfolyam. De érdemes azért egy pillantást vetni itt a napos grafikonra. Ugye itt vagyunk a nagyobb ellenállási zónánál, a 2820-as szinnél, az október-decemberi esésnek a 78,6%-os Fibó korrekciójánál, tehát egy fontos ellenállási zónában vagyunk, és ezt megfejelve, mi van csütörtök, szerdaked, hétfőn, ugye hétfőn eleve mondtam a webináriumon, hogy a hétfői, még az DAX-ra mondtam, de alapvetően el lehet mondani a piacokról, hogy a hétfői új lokális csúcsokat, pláne hogyha ez a hónap első hétfői, azokat nem érdemes megvenni, mert sokszor lehetséges mozgások következnek belőle. Itt az S&P-ben a hétfői napnak a gyertyája, az egy kulcsfordulós gyertya, ugye egy új csúcs, új mélypont alakult ki a pénteki gyertyához képest. Ugye én erre azt szoktam mondani, hogy picivel jobban szeretem, hogyha a gyertya záródása is az előző gyertyának a mélypontja alatt, nem a mélypontja, hanem a teste alatt zárul, tehát hogyha mondjuk ilyen lett volna a gyertya, akkor az még szebb. Tehát mondjuk ez nem egy 100%-os fordulós jelzés, talán mondjuk 90%-os, de utána itt is megvolt egy pici visszateszt, és azóta egy csorgás van az árfolyamban. Tehát elvileg három olyan dolog van, ami kijelölhetne egy lehetséges csúcspontot, de okulva abból, hogy mi történt itt az elmúlt sok-sok hétben, és mennyire bullis a piac, érdemes ugye ezt is fenntartásokkal kezelni, ráadásul ugye most, ahol vagyunk, az egy támaszzón, ez a 2760 pontos szint, és egyelőre a csúcstól nézve ez egy három hullámú korrekciónak hat és tűnik. Ugye a 4 óráson most már sokszoros eresi divergencia volt itt a mozgásban, egyelőre innen jöttünk le, tehát egy támasz szinten vagyunk, egyáltalán nem lenne, tehát nézzük a lehetséges szenáriókat. Az egyik, hogy ez csak egy sima három hullám lefele, és ebből esetleg egy újabb lokális csúcs jön, és mondjuk egy naposon kialakul mondjuk egy divergencia az árfolyamban. Ez az egyik. Mi a másik? A negatív szenárió az az, hogy délután folyamán semmilyen talpraállás nem lesz, hanem ezen masszívan átesünk, jön a begyorsuló szakasz, tehát mondjuk egyes, kettes és egy harmadik hullám, és aztán lejövünk valahova ide, és majd itt kezdünk el konszolidálódni. Harmadik lehetőség, hogy esetleg megint valamilyen csavaros flat korrekció alakul ki, és ebből feljövünk valahova ide, és innen jön aztán a lefordulás. Tehát háromból kettő szenárió az azt mutatná, hogy a 2760 pontos szintről jöhet egy felpattanás. Tehát ha valaki kereskedni akar, akkor jelen pillanatban azt jelenti, hogy ebből a tartományból lehet indítani ilyen szempontból longot. Nyilván a stoppot, mondjuk így ránézésre körülbelül ide lehetne elhelyezni.
lehetséges célárak pedig ugye ebben a tartományban szóródnak. Körülbelül ezeket lehetne itt kereskedni jelen pillanatban. DAX is egy külön utat jár, de egyelőre nincsen impulzív jellege a mozgásnak. Arra szolgat, csökken az árfolyam, de vagy mindig visszahúzzák 11.600 fölé. Egyelőre egy emelkedő trendvonalon pihen az árfolyam. A 4 órás mozgó átlagok egyelőre még most laposan vannak, de effektíve ez a zóna lehet még egy támaszszint a DAX-ban, és esetleg ebből elindulhat fölfele. Jellemző módon általában az LKB-ről a DAX szokott azért élesebben reagálni. Kérdés az az, hogy innen föl, vagy esetleg innen egy letörés, és lejövünk ide. De valószínűleg délutánig nagyobb kivárás oldalazás lehet, vagy csak annyi, hogy szépen elkezdik délutáni kicsit így lassan felsétáltatni innen az árfolyamot. Amúgy a DAX is egy ellenállási zónában van, annak az aljánál, hogy ez az ellenállási zóna, ez még tavaly tavasztól eredeztethető, és itt ez a sárga tartomány jelöli, 200 napos mozgó átlag is itt fut, illetve itt van egy trendvonal rész, tehát ez a fölfele, ez a 11.700-11.800 pontos tartomány, ami egy nagyobb ellenállás. Arany is csordogál, itt az elmúlt 2 napban itt 1280 és 1287 között van beszorulva az árfolyam. Óráson, 4 óráson itt divergencia mutatkozik, ráadásul itt az európai nyitásban kvázi volt egy nagyon gyors stop kiszedés, ugye egy picivel alámentek az eddigi mélypontnak, és onnan egyből visszafordították. Kérdés, hogy ez itt mennyire lesz tartós. Ugye egyen lejjebb valahol itt van egy támaszunk, ezt nem értük el, tehát 1275-nél van a nagyobb támasz. Lehet, hogy itt a délutáni történésekre esetleg lesz egy ilyen. Amúgy pedig elképzelhető, hogy innen aztán följövünk majd 1300-1310 környékére, és aztán innen eldőlhet az irány, hogy melyik tud összejönni. Olajban is nagy-nagy csapkodások vannak. Pár nappal ezelőtt volt itt egy nagy kiszúrás, de az óráson visszazártunk, egy tökéletes ilyen fordulós gyertyával letörtünk, és megteszteltük ezt a szintet. Itt is volt egy leszúrás, innen visszahúzták, és éppen emelkedik az árfolyam. Mondhatnánk azt is, hogy jelentősen be van szorulva itt az olaj. Egy nagyobb konszolidáció zajlik itt 55 és 58 dollár között. Van egy nagyobb emelkedő trendvonalunk karácsony óta, ez az, amit tegnap is megtartotta az árfolyamot, úgyhogy ez alapján lehet simán long is a történet, ugyanakkor a short is egy lehetőség ugye ebben a zónában, és akkor ebben az esetben valahol ide kéne tenni a stoppot, és esetleg egy újabb lefele kör, de egyelőre, ha rövidebb távon nézzük az olajat, ez egy oldalazó mozgás, tehát nehezen trédelhető most itt az olaj. Tegnap például, vagy tegnap előtt én itt erre a letörésre bementem shortra, szépen lehúzódtunk ide, betettem ide a stoppot, hát ha esetleg lesz ennek folytatása, nem volt, följöttünk, kistoppolódtam, és most jelen pillanatban magasabban vagyunk. Szóval így, vagy elteszi az ember az ilyen 50 centes, 60 centes mozgásokat, vagy nagyobb eséllyel az oldalazásban kistoppolódhat. Jelen pillanatban iránytalan az olaj. Ami szépen mozog, ugye említettem hétfőn is, hogy dollár kanadai, illetve euró-kanadai longokban voltam benne. Ugye a dollár kanadaiban, ugye itt a sárgával jelölt zóna az, ami egy nagyobb ellenállás volt. Ugye ki is szálltam a két pozícióból itt, illetve itt.
Aztán tegnapi nap volt egy kanadai jegybank ülés, érdemben nem történt semmi, de jelentős kanadai dollár gyengülés volt, úgyhogy kilőtt fölfel az árfolyam. Sajnos ebben a mozgásban már nem voltam benne. Az lett volna a várakozásom vagy gondolatom, és esetleg ebből a zónából visszajövünk ide, és mondjuk itt kerestem volna esetleg egy long beszállót ezt a mozgást megjátszani. Nem így történt, ettől függetlenül azért ugye egy ilyen mozgást sikerült megjátszani itt két pozícióval. Hol jár most azért a dollár kanada, hogy legyen teljes azért a kép? Ennek az esésnek a 61.8-as szintjén járunk, lehetséges ellenállási zóna, lehet, hogy itt még egy kicsit eloldalazgatunk. Innen azért én várnék legalább egy visszatesztet valamit egy 32.81-33 környékére, és kiderül, hogy innen aztán tudunk-e magasabbra menni, vagy esetleg innen lejjebb haladunk. Hasonlóképpen jártam az euró-kanadaival is, ebben is long voltam. Itt pár nap ezelőtt, hogy mondjuk ez csütörtök, szerda, kett, hétfő, pénteken volt egy nagy kulcsfordulós gyertya fölfele, arra a hétfőn, kedden egy oldalazás, és abból mentünk fölfele. Viszont én ilyen 1.51-30-ra volt betéve nekem a záró megbízásom, pusztán azért, mert a 200 napos mozgó átlag az itt haladt. És az elmúlt alkalmakkor, ha a 200 napost közelítettük, ott rendre megfogta az árfolyamot, és nem tudott érdemben fölé menni. Illetve a 38.2-es szint az pedig valahol itt volt, tehát ez az 51.30-51.60-as tartomány egy lehetséges megállót képezett volna. Nem történt meg, följebb szaladtunk 1.52.20-ig, amit én amúgy egy ellenállási zónánk itt, de már azt is ilyen szempontból pozíció nélkül néztem meg. Tehát mit akarok ezzel szemléltetni? Nem mindig lehet, sőt, nincsenek optimális kiszállók, vagy nincsenek tökéletes kiszállók, lehet tervezni, de a piac gondolhatja másképpen. Ettől függetlenül érdemes mindig azért ugyanúgy gondolkodni, mert hogy ezekből tudnak születni majd azok a téfitek, akár stoppolódásnál, akár célárnál is, hogy bezzek, hogyha nem zárom le, akkor mennyivel többet pénzt csináltam volna, következő alkalommal, meg aztán nem úgy teszek, és a piac mondjuk visszafordult. Tehát nyilván lehetett volna simán stoppal is követni a mozgást, hogy nem tudjuk előre a dolgot, úgyhogy én inkább azt választottam, hogy lezárom ezeket a pozíciókat. Nincs ezzel semmi gond, ezeket könyveltem el ezeken a pozíciókon. Tehát elképzelhető itt is most egy oldalazás, esetleg egy pici új csúcs, visszamozgás, esetleg ebből tovább fölfele. Kérdés, hogy hosszabb távú aranyat, ezüstöt milyen szinten vennék? Hát, hogyha hosszú távon gondolkodok, kérdés, hogy mennyi a hosszú táv. Ha hosszú távon gondolkodok, akkor az arany, ezüst simán, akár a mostani szinteknél is egy felhalmozási szintet jelenthet. Nem tagadom, nézegettem az elmúlt hetekben azt, hogy mondjuk fizikai terméket hogyan, milyen formában lehet vásárolni, honnan lenne érdemes, és a többi, és a többi. Az még tényleg hosszú távú történet, tehát mondjuk 5-10 éves periódus a hosszú táv itt ebben az esetben. Nyilván meg lehet venni itt a devizás formát is, nyilván ennek hosszú távon azért jelentős tartási költsége van a rollover miatt, meg lehet venni ugye ETF-ként is, most ugye sajnos csak euróban tudunk ETF-et venni, európai ETF-eket, hiszen nem lehet hozzáférni az amerikai ETF-ekhez, de nyilván erre is van lehetőség a portfólió online globálon, vannak erre megfelelő lehetőségek, tehát nézegettem ezeket én is. Ha pedig magát itt az árfolyamot nézem, tegyük egy kicsit perspektívába ezt is,
hogy az elmúlt 3-4 év az aranyban egy óriási konszolidáció az, ami zajlik. Egyáltalán nem lenne ördögtől való, hogy esetleg az arany visszatérjen akár itt be az 1200-1250 dolláros tartományba, és esetleg innen tudna majd magasabbra elrugaszkodni. Tehát körülbelül ezeket a szinteket nézném mondjuk hosszabb távon, de akkor most tényleg hosszú távról beszélünk, tehát hosszú táv ebben az esetben legalább mondjuk 2-3-4 éves periódus, amire gondolok. Az, hogy most következő egy hónapban, két hónapban hol lesz az árfolyam, ez nagyban függ a Fedtől. Továbbra is azt gondolom és azt várnám, hogy a Fedtől nem csak kommunikációban kellene egy nagy fordulatnak, hanem tettekben is, és tetteket pedig akkor fogunk látni, hogyha a tőzsde jelentősen beesne megint mondjuk a karácsonyi szintekre, mert akkor tettekben is kifejeződhetne az amerikai jegybanknál a teljes jegybanki vagy monetáris fordulat. Addig jó eséllyel az arany ebben a tartományban lehet, ha pedig megtörténne ez a fordulat, akkor az jelentős aranyár, illetve ezüstár robbanást eredményezne, és hasonló az ezüst esetében is, és talán az ezüst ebben az esetben mondjuk sokkal jobban tudna majd emelkedni. Nézzük meg a devizákat, euró-dollár. Potenciálisan ez lehet egy ABC mozgás itt az utolsóban egy 5 hullámú eséssel. Jelen pillanatban én euró-dollárban long vagyok. Ezeknél a szinteknél ez szerintem teljes mértékben jól tud működni. Ugye legrosszabb esetben stoppot ide, és mondjuk innen elindulhatnánk fölfele. Nyilván most esemény kockázat van, ma ugye EKB teljesen felújítja ezt a dolgot. Ha nagyon agresszív akarok lenni a stoppal, akkor valahol ide teszem, bár jó eséllyel LKB-nál azt kiszedhetik, de jelen pillanatban ezeknél a szinteknél én most megint egy longgal próbálkozom, meglátjuk, hogy tud-e működni. Fondollár, amennyire nagyot rohant a piac fölfele itt az elmúlt két hétben, annyira lassan engedi el magát a piac. Akik itt kései longok voltak, azok kezdenek azért kicsit beszorulni, hiszen a kitörési szint alá visszajöttünk. Oldalazgatunk, de alapvetően csorog lefele az árfolyam. Nyilván fölfelé valamilyen pozitív Brexit hírnek kéne kimozdítani ebből az árfolyamot. Jelen pillanatban első körben itt az 1.31-es színnél egy támasz szint megfogta, de jól látható, hogy egyelőre nincsen momentum a mozgásban fölfele, ez megint egy ilyen elnyúlt korrektív mozgásnak tűnik, ráadásul egy csökkenő trendvonal is fogja, úgyhogy megvan az esély egy újabb letörésre, ugye pozitív lenne az a történet, hogyha ebből ki tudnánk törni, akkor azt gondolom, hogy legalább ide, vagy esetleg ugye a csúcspont teszteléséhez feljöhetnénk. Dollár, japán, nem izgalmas, ja tényleg most ilyen párok jut eszembe. Van egy euró japán ilyen shortom, de hát majdnem eret vágok, annyira lassú a mozgás itt a dologban. Nyilván egyértelmű, hogy az euró japán ilyen karácsony óta vagy évelej óta egy emelkedő trendben mozog, de nyilván ha itt az órás mozgást nézem, akkor az óráson kialakult egy csökkenő trend, abban meg volt egy visszateszt ide, tehát itt a visszatesztben egy teljesen jó sorbeszálló volt. Ellentétes trendtörés, letört a támaszszint, visszateszteltük, és be vagyunk ragadva. Nyilván itt vagyunk egy nagyobb támaszszinten, ez az, ami fogja most az árfolyamot. Ugye a stoppom az már itt van, mondjuk egy 20 pip nyerőben, tehát bukni nem fogok rajta, de tényes valahogy valami eszméletlen lassú a mozgás. Itt valahol 1.26 környékén tervezem a kiszállást, ott van egy következő jelentős támaszszint.
de könnyen lehet, hogy esetleg az LKB miatt még esetleg a mozgás előtt esetleg kis topolódok, meglátjuk, hogy hogy lesz, de ez a jen, ez nagyon lassú. Van, ami sokkal jobban mozog a ilyen párok közül, ausztrál dollár japán jen. 4 óráson itt jelöltem két kis gyertyával, hogy ott voltak fordulós gyertyák, trendvonaltörés, és szépen kúszunk lefele. Ebből a mozgásból kiindulva ez simán lehet egy ilyen mozgás még itt rövidebb távon. Még szebb, és sok mindent lehetne azért tanítani itt a kanadai dollár japán jenről. Ugye a sárgával jelölt ellenállási zónához felnyúlt. Ez a vonal itt a 200 napos mozgó átlag, tehát ellenállás szintről tökéletes zsákutcát csinálva itt a longosoknak fordult a piac, és azóta jövünk lefele. Ráadásul igen, ezt néztem most még reggel, hogy a hetes gyertyákat nézzük, akkor ez a három gyertya itt, ez lehetne egy hetes kulcsfordulós alakzat, amiből mondjuk további esés jöhetne itt a következő hetekben. De ez véletlenül már be kéne segíteni a japán jennek is, tehát a dollár japán jennek is le kéne fordulni ebben a felállásban. Várható a fontban az 1.30. Bármi megtörtént. Jelen pillanatban a rövid távú mozgás az eléggé lefelé mutat, és egyelőre itt ez az 1.31.90, 1.32-es szint egy nagyobb ellenállás. Amíg itt ez alatt vagyunk, addig ez simán lenéz. Ha ebből megtörtént egy kitörés és egy szép visszateszt, akkor mehetnénk ebből följebb. Körülbelül egy ilyen kereskedési tervet lehet felhúzni. Bitcoint kérdezitek. Itt ebből nem volt új mélypont, hanem egy ilyen, nem is tudom, hogy ez háromszögezés, vagy egy sima oldalazás, egy impulzívnak tűnik fölfel a mozgás, de nem zárnám ki azt a verziót, hogy ebből tesztelünk még le ide, és innen indulunk el aztán fölfele. Ettől függetlenül a zónában szerintem a Bitcoin rövid távon vétel, és továbbra is, hogy ezen szint jelentheti a stoppot, célár pedig ebből a 4500-5000 dolláros tartományban, tehát hozam kockázat oldaláról, ez teljes mértékben egy megfelelő lehetőség. A fontban mindig a hírek dominálnak, tehát amióta itt megint felgyorsultak az események, egyértelmű, hogy a hírek viszik a piacot, és nyilván látni kell azt is, hogy az elmúlt hetekben mondjuk korábban jelentős sortállomány alakult ki, azt a sortállományt pont valószínűleg ezzel szépen kitakarították. Most már ugye valószínűleg itt ezek után a mozgások után mindenki optimistává vált, úgyhogy most valószínűleg a longoknak a szivatása az, ami történik, és ebből kifolyólag simán lejöhetünk ide is. Lehetőségként nem szabad kizárni azt sem, ja, ráadásul igen a technikai kép naposon, emiatt is itt nagyon sokan valószínűleg long, erősen longba váltottak, és ezek szépen dobálhatják el a pozíciókat. Ettől függetlenül nem zárnám ki azt az eshetőséget, hogy esetleg valamilyen mintát formázzunk, és mondjuk esetleg ebből jöjjön egy ilyen mozgás. Az a baj, hogy túl sok variáció van itt a fontban. Moskapásból tudnék mondani
pozitívokat a grafikonokon és negatívat is a grafikonon, úgyhogy nem a legjobb kereskedése, nyilván, hogy ekkorát tud mozogni, de nehéz a kockázatkezelés, mert minden szinten általában jelentősen átmennek. Jó, kávé, Walgreens, euró, forint. Walgreens-t. Ugye Walgreens-t én tavaly tettem ki vételre 60 dollárnál. Ugye onnan szépen mentünk, egészen 86 dollárig fölmentünk, és azóta pedig itt egy nagyobb visszaesés. Most ugye Balázs kezdte el szélszelni, azt hiszem a videójában a Walgreens-t, ami teljesen rendben is van. Ugye ez az 59-60 dolláros szint az egyértelműen egy nagyobb támasz szintje az árfolyamnak. Hosszú távon az osztalék miatt is, hiszen ez hiszem ilyen 6% környéki osztalékhozamot ad. Vagy 4-et, nem is tudom, most majd meg kéne néznem. Technikailag amúgy teljes mértékben rendben van. Akár azt sem zárnám ki, hogy ebben a nagy intenzitású esésben akár kivesszük ezt a nyári mélypontot, de alapvetően ebben, ha kicsit nagyobbat akarnék mondani, akkor azt mondanám, ez az 55-60 dolláros tartomány, ez még mindig ilyen szempontból egy hosszabb távú vételi lehetőséget jelent. De jól gondolom, a szeripari cégeket azokat most nagyon tik és nem kedvelik. Ugye a másikén a CVS Health Corporation, ez is hetek óta nagy zuhanásban van. Ez is itt most már áthaladt a támaszon, illetve a 2009 óta tartó emelkedésnek a 61.8-as szintje alatt is van. Egyelőre nincsen bennük fordulós jelzés, tehát azt nagyon gyorsan hozzá kell tenni, viszont a CVS is a tavaly novemberi lokális csúcs óta egy potenciális 5 hullámú esésben van, tehát kéne várni valami fordulós jelet, de elképzelhető, hogy ebben a tartományban esetleg mélypontot fog, és valahova ide legalább visszajön. Mi volt? Kávét kérdeztétek. Az a baj, nincsen igazán jó. Ja, de ez jó, ez határidős. Tehát kávénak ez még egy egészen hosszú távú grafikonja itt a hetes grafikonon. Van még a tavaly szeptemberi mélypont itt 95 dollár környékén, ugye ezt közelítgetjük. De általában úgy vagyok az árupiacokkal, hogy hosszabb távon ezek nagyot mehetnek. Ettől függően rövid távon lehet, hogy ez még itt maraszolgat lefelé. Így is lesz azt nézni, hogy itt a divergenciával mi van, de hosszabb távon azt gondolom, hogy ezek jelentőset mehetnek majd. Tegnap úgy pont nézegettem ezeket, nézegettem a gyapotot is. Mert itt a határidős piacot néztem meg, a pozícionáltságot, hogy a fundok, tehát akik legtöbbször
túltolják a szekeret, és amikor esik a piac, akkor elkezdenek ultrasortok sok lenni, amikor meg nagy emelkedés van, akkor meg ultralongosok. Jelen pillanatban a gyapott piacnál is túl dominálja a határidős piacot a short állomány, holott a commercial szektor, tehát akik működésükből fakadóan fedezik a pozíciókat, vagy önmagában jobban látják a piaci tendenciákat, azok pedig kezdenek egyre nagyobb long állományba átmenni. Itt is amúgy az utolsó mélypontnál divergencia volt, itt a 207-es mozgó átlag, úgy tűnik, hogy talán valamilyen kifeneklés lehet majd. Technikai értelemben ugye van egy emelkedő trendvonalunk, amit letörtünk, és van egy csökkenő trendvonalunk, ami alatt vagyunk. Hát igazán akkor lehetne optimistává válni ezeknél a termékeknél, hogyha sikerülne mondjuk valahogy itt ebben a zónában konszolidálódni, és abból indulhatnánk el. De hosszabb távon szerintem ezek a termékek ezek nagyot szólhatnak. Itt mondom, ezzel párhuzamosan vizsgálnám a határidős a kitettségét és az ottani tendenciákat is, mert sok esetben jól mutatják a hangulatváltozásokat. Kérdeztétek az euró-forintot. Kíváncsi, hogy megvolt a mélypont benne. Igen, egy 13 fillérrel megvolt az új mélypont. Úgyhogy körülbelül visszakanyarodnék ide 1, 2, 3, 4, 5, 6 héttel ezelőtti mondandómhoz, amit most hétfőn ismételtem, hogy akkor ugye azt mondom, hogy nem lennék meglepődve, hogyha látnánk egy ilyen mozgást a piacon, mert ugye itt mindenki látta longra, valószínűleg mindenki meg is vette, és itt is valószínűleg ebben a csökkenésben mindenki longokat nyitogat, de nem lennék meglepődve, hogyha lenne mondjuk itt egy stop kiszedés, akár idején 3.12-3.13 környékére, itt van a 207-es mozgó átlag, és esetleg innen fordulna az árfolyam fölfelé. Ez mondjuk a feltételek, vagy feltételezések. Ha a technikai szinten nézem a dolgot, ugye egyértelműen, hogy itt 3.14 környékén egy nagyobb támaszzóna van. Trendvonalakat ugye törtünk már rég, itt megvolt a visszatesztje, és jövünk lefele. Ugye van egy másik is, ez a 2015-ös csúcs, 2016-os kiszúrásból keletkezhetett kék trendvonal, ez akár ide lenyúlt ide a 207-es mozgó átlag tartományába, és lehet, hogy innen indulunk el. Szóval egyáltalán nem lenne meglepő, hogyha még látnánk itt a forintban még egy kicsi erősödést, és csak utána jönne a forduló benne. Raiffeisen-t kérdezitek. Ott is kezd kibukni egy orosz pénzmosási ügy. De tegyük nagyon gyorsan hozzá. Általában az osztrákoknak jó kapcsolatuk van az oroszokkal. És akkor körülbelül, ha tényleg beigazolódik a hír, akkor talán nem is fogunk annyira meglepődni a dolgon. Hol jár most a Rafi? Ugye visszaugrok inkább egy picit pár héttel korábbra, ugye többször is kérdeztétek itt a Raiffeisen, mondtam, hogy ez nekem egy csökkenő trend, és ugye itt van egy nagyobb ellenállásunk, 200 napos mozgó is lefelé, tehát eleve egy csökkenő trendben van, és nem igazán láttam bullosnak, ugye azt mondtam, hogy max idáig, eddig a trendvonalig jöhetünk föl, de még nincsen változás érdemben itt a piacon. Most ugye ez a hír megerősítette ezt a csökkenő trendet, lezuhant az árfolyam egy jelentős támaszzónába, illetve a 2000, honnan húztam ezt be? Igen, tehát a 2015-ös mélyponttól a 2018-as csúcsig, hogyha behúzzuk a Fibó szintet, akkor ez a 19 eurós tartomány, ez jelenti a 61.8-as szintet. Tehát elvileg ez a tartomány, az lehet egy támaszzónánk, most még
meghosszabbítom itt ezt a csatornát, egy három dolgot tudok akkor ide berajzolni egy lehetséges támasz zónának. Tehát elképzelhető, hogy itt elkezdődik a konszolidáció, de azért fontos, hogy ebből a hírből hogyan kecmerek ki azért a bank. Naposan nincs divergencia, hetesen sincsen divergencia. Jó, akkor foglaljuk össze. Tehát három dolog mutat ide, hogy ez egy lehetséges nagyobb támaszzóna, hogy akár innen fordulatna is az árfolyam. Viszont amíg nincsen érdemi jelzés, bármilyen nagyobb kulcsfordulós gyertya meg minden, addig egy ilyen hír után bennem az, hogy esetleg kicsit oldalazunk, felkúszik picit így lassan az árfolyam, és abból esetleg egy újabb mélypont alakul ki, és esetleg utána jöhetne valami. De egyelőre csak a támasz szintek azok, amik pozitívak ebben a grafikonban. Opus konzum, ezek ma fel vannak függesztve, mert jön valami nagy bejelentés. Mit ad Isten, az Opus már előtte elindult fölfele. Abból a zónából, ahonnan ezt várni lehetett, ugye most már hetek óta arról beszélünk, hogy ez a zóna az Opusban egy nagyobb támasz szint, és ha valahonnan innen, akkor innen kéne fordulni. Ez itt lefele lehet egy öt hullámú mozgás, mégpedig úgy, hogy esetleg ez egy flat korrekció volt 3-3-5-tel, és esetleg ebből elindulhatna egy mozgás. Meglátjuk, hogy a bejelentések azok olyan fogják mozgatni az Opus árfolyamát. Zárójelben azért mindig megjegyeztük, hogy valószínűleg erre a baráti kezek és szemek nagyon figyelnek, tehát ez egy olyan zóna, ahonnan véletlenül a baráti kezek fogják kimozdítani az árfolyamot is befektetők. Ez jelen pillanatban megtörtént. Mondom, mit ad Isten, most már három napja emelkedik, és most jön egy felfüggesztés, tehát már megcsinálták hozzá a megterített asztalt, hogy lehessen várni a híreket. Konzummal, jó, ezt nézzük a grafikont. Azt akartam mondani a konzum kapcsán, hogy kevésbé foglalkoznék, mert ugye ez fog majd beolvadni az Opusba. Nyilván attól ugyanúgy a konzum részvény az ott is értékes lesz, de a konzum is egy nagyobb támasz szinten mocorgott. Ez itt lehet egy ilyen ékelődő mozgás. Ebből már elindultunk itt fölfele. Elképzelhet, hogy ebből további mozgás jöhet ide a trendvonal környékére. De alapvetően technikailag egy támaszzóna, ahonnan ez a fordulat egyelőre kibontakozni látszódik. Jó, azt hiszem minden megválaszolásra került. Most talán külön a magyar részvényekkel nem is foglalkozok. Más olyan fontos történés meg talán most nincs a piacon, úgyhogy inkább majd délutánra fog majd megélénkülni a piac, illetve holnap NFP adat, amire szintén általában azért az amerikai piacok emelkedni szoktak, egy kis bizonytalanság után, megmondom, hogy az elmúlt 10 hétben minden pénteken emelkedett az árfolyam. Kérdés az, hogy lesz-e 11. alkalom, vagy most törni fog a minta. Ez holnap estére ki fog derülni. Akkor azt hiszem ennyi. Köszönöm szépen akkor a kérdéseket. Sikerült azt hiszem mindenre válaszolni. Jövő héten, hétfőn folytatjuk akkor a megszokott időben. Addig is mindenkinek jó kereskedést kívánok, és kellemes napot. Sziasztok!